Sok minden tisztázott a tegnapi lakossági fórum, hangzott el a Városházán tartott sajtótájékoztatón szerdán. Mincér Gábor többek között elmondta, a belső nyomvonal kapcsán több érintett lakos is hangot adott nem tetszésének. Az alpolgármester kiemelte, a tehermentesítővel kapcsolatos párbeszédek elején Mirkóczki Ádám polgármester hangsúlyozta, hogy ebből ne csináljanak politikai vitát, hiszen ez egy olyan beruházás, ami akár 50-100 évre is meghatározhatja Eger közlekedési arculatát. Ez a kijelentés a polgármester úrnak nem igazán talált megértő fülekre, és bizony-bizony egyesek politikai percemberek saját maguk karrierjének, politikai haszonszerzésének a szolgálatába próbálták állítani azokat a vitás kérdéseket, amik az elkerülő út, a külső és a belső nyomvonal mentén a társadalomban kialakultak. Mincér Gábor hozzátette, egyesek hazug kampányt folytattak ebben a kérdésben pártállástól függetlenül, melyben a városvezetést támadták azt állítva, hogy nem támogatják az út megépülését, majd hogy a belső nyomvonalat preferálják, vagy azt, hogy a kormányzat elképzeléseit kívánják megvalósítani. Az alpolgármester kiemelte, Farkas Attilával mindig is a külsőt támogatták, és véleménye szerint egységet kell mutatnia a politikai szereplőknek ebben a kérdésben. Farkas Attila alpolgármester és mint a negyedik számú választókerület képviselője elmondta, tavaly nyáron 2000 darab tájékoztatót juttatott el a körzet lakóinak a belső nyomvonal problémáiról, azzal a céllal, hogy foglaljanak állást a külső nyomvonal mellett. Tavaly novemberben pedig hivatalos formában is a NIV ZRT-nek írtam egy levelet, melyben leírtam, hogy az ostorosi, maklári, újsor, Homok utca lakói egyértelműen elutasítják a belső nyomvonalat. Farkas Attila szerint a tegnapi egy jó döntés volt Lázár János részéről, ami az egriek érdekeit szolgálja. Azt is mondta, ez nem politikai pártokról szólt, és nem érti, hogy néhány közgyűlési frakció ezt politikai sikerként éli meg.